folytatódott a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvár és Fehérvár megye 1944-ben és 45-ben című szabad egyetemi programsorozata. Vizi László Tamás, az egyetem megbízott rektora hangsúlyozta, egyfajta missziót teljesítenek be azzal, hogy a várost és a vármegyét érintő történéseket elemzik a meghívott neves előadók. Kodolányi János Egyetem az nem csak a nappali levelezős hallgatókat célozza meg, hanem megcélozza Székesfehérvár, illetve Fehérvár megye polgárait, és olyan kínálatot nyújt és ad a székesfehérváriaknak, vármegyeinek, ami visszatekinthet az elmúlt évtizedek városi, vármegyei történéseire, múltjaira, és erre kiváló alkalom a Szabad Egyetem és a Szabad Egyetemi előadások. Kovács Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, a Zsidóság tragédiája Fehérvár megyében című előadásában elemezte a nagymúltú székesfehérvári és Fejér megyei zsidóság holokauszt előtti és alatti életének alapvetéseit, és természetesen azt a rendkívüli sorstragédiát is, amely a közösség pusztulása által a magyar zsidóságot, a magyar népet, annak gazdasági és kulturális életét érte. A német bevonulás után körülbelül egy hónappal elkezdődnek a deportálások. Ugye április 16-án elindul a gettósítás, nem sokkal később a deportálások. Ugye Székesfehérváron a zsidók deportálása mellett, vagy a deportálását követően, ugye maga a város 1944 végén, 45-ben súlyos harcok helyszíne, amely szintén az embereknek csak szenvedést hozott. A következő szabad egyetemi előadó Mózesi Gergely az Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója lesz, aki az egyház helyzetét elemzi a háborús Fejér vármegyében.